Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumának 4. fejezetéből a következő igeverssel. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott: "Ah, mi közünk hozzád, názereti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje." Mai igényben, amikor Jézus szombaton a zsinagógában tanít a galileai Kapernaumban, egy tisztátalan lélektől megszállott ember szájából hangzik el a kérdés, ami meghatározza a mi böjtünket, de az egész életünket is: mi közünk hozzád, názáreti Jézus? A kiáltás belehasít a zsinagóga csendjébe. Kellemetlen és kizökkentő kiáltás. Képzeljük el, ha egyszer egy vasárnapi istentiszteleten valaki egyszer csak hangosan bekiabálna. Azt gondolom, hogy nem csak a külsőséges botrányszerűsége miatt kellemetlen ez a kérdés, hanem ha őszintén belegondolunk, a tartalma miatt is. Nem csak a saját nevében kérdez a tisztátalan lélek, hanem többes szám első szemében: mi közünk hozzád, názáreti Jézus? És ez a kérdés nem csak azért kellemetlen, mert egy őrült bekiabál valamit, hanem azért is, mert bizony válaszra késztet. Nem enged a langyosságban, tükröt tart elénk. Mi közünk Jézushoz? Mi közöm Jézushoz? Talán a böjt értelme az erre a kérdésre adott válaszom megtalálása. Azt olvassuk, hogy Jézus szavának hatalma volt ott a Kapernaumi zsinagógában, ereje és hatása, amikor tanított, utat tör magának ez a szó, lélektől lélekig hat. Van otthon egy mágnesem, elég nagy tartó erővel, arra használom, hogyha horgászat közben beejtenék valamit a vízbe, a felszínre hozzam, vagy az előttem levő területet, ha meg akarom tisztítani a vízben lévő fém hulladékoktól, akkor kiemeljem azokat vele. Óriási erővel képes akár az ízszalból is kiemelni dolgokat. Jézus szavának az ereje is olyan, mint ez a mágnes. Ez az erő is felszínre hozza a legfontosabb kérdést, ami nem volt ismeretlen Jézus korában sem az egyház történetben, de ma is fel kell tennünk: mi közünk hozzád, názáreti Jézus. És nagyon fontos a folytatást is kiemelni. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Mert hogy bármennyire is furcsa és abszurd első hallásra a tisztátalan lélektől megszállt ember szájából, mégis hitvallás ez. Tudom, ki vagy. Micsoda erő van ebben a mondatban, ami a bennünk felszínre hozott kérdésre is válasz lehet, a részünkről is. Tudom, ki vagy. És Jézus szava ekkor is utat tör. Parancsára a tisztátalan lélek kimegy az emberből, és ezt olvassuk: semmi kárt nem tett benne. Jézus szavának hatalma és ereje van. Teremt, újjáteremt, új életet ad, és mi is ennek a hatására, ennek a teremtő, indító szónak a hatására indulhatunk, hogy terjedjen az ő szavára történő gyógyulás. Amen.